Egyházi neveltetésem során soha nem hallottam arról, hogy a düh jó dolog lenne. Mindig csak arról meséltek, hogy mennyire óvatosnak kell lennünk, ha dühöt érzünk. Persze, a legtöbbször azt is hozzáfűzték, hogy semmiképpen sem jó, ha elfojtjuk indulatainkat. Mégis, alapvetően valami rossz érzés a düh. Pedig az utóbbi időben arra jutottam, hogy a düh Isten fontos jelző berendezése. Belénk teremtette. Azért, hogy éppen ez az érzés mutasson arra az útelágazásra, ahol állok. Jézus többször is kimutatta a dühét. Nem csak a templomban, amikor kiűzte a kufárokat, hanem amikor a vallási vagy királyi méltóságoknak üzeneteket küldött. Róka, meszelt sír. Ilyen udvarias jelzőket mondott. Mintha Jézus engedte volna, hogy a dühe energiát adjon. Hagyta, hogy elvigye egy darabig, hogy azután átalakulva a jó felé röpítse. Mint hogyha a düh váltó szelep lenne. Mint hogyha Isten bekapcsolná a szívünkben. Itt most valami olyan történt, ami a fő értéked. Itt van a szíved. Menj arra, és amikor a szelep működésbe lép, akkor eldől, hogy szeretet vagy gyűlölet lesz belőle. Hogy a düh jó irányba, vagy rossz irányba vezetett. Volt már olyan, hogy mint egy fújtató állat mentem a férjem mellett, és éppen attól lettünk többek, hogy ebben a helyzetben kitartottunk egymás mellett. Sokszor nagy nevetés hozta el végén a feloldást. Jó dolog a düh. Vajon Jónás képes lett volna végig rohanni Ninive utcáin és kiabálni, még 40 nap és elpusztul Ninive? Ha nem dühös. Kudarca, elrendelt sorsával szembeni dühe tette képessé erre a feladatra. De méltóvá lett küldetésére, mert átállította a szelepet, és megértette azt, amire Isten hívta. Akár úgy is, hogy rá volt dühös. Mindez azért, hogy a végén fenntartsa a víz.